A fő két tűzkéményseprő ipari divízió szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a fűtési szezontól függetlenül is fontos elvégeztetni az eszközök átvizsgálását, hiszen ezáltal számos baleset megelőzhető. Nem mindegy azonban, hogy a kötelező kéményseprési szolgáltatást lakossági ügyfelek igénylik-e, azok ugyanis 2021 májusától ezt már a katasztrófavédelem munkatársainál tehetik meg térítésmentesen. A vállalatok esetében mindez díjazás ellenében történik. Meg. Ha valaki mondjuk egy egyszerű példát mondok, egy családi házban bejelentett cégként üzemel, akkor oda a katasztrófa védelem hivatalból nem fog kimenni és nem vizsgálja, ott kérni kell, és a szolgáltatókat, tehát a cégeket, a piaci szolgáltatókat lehet fölkérni. Ugye a válaszuk ettől élesen külön, amikor lakossági ügyfelekről beszélünk, és mondjuk egy lakossági ügyfél egy társasházban lakik, ezeknek az ügyfeleknek valójában egyetlen egy dologra kell odafigyelni, amikor jön a katasztrófa védelem, mert jönni fog, mert neki kötelező jönni, akkor otthon kéne lenni. A főigazgató hozzátette, annak köszönhetően, hogy egyre több piaci szereplő lett, gyakran próbálnak csalók visszaélni, mind a katasztrófa védelmi igazgatóság, mind a főkétűsz nevével, és illetéktelenül bejutni az ingatlanokba. Vannak esetek, amikor más szolgáltató nevében lépnek föl, ezzel egyébként mi is találkozunk, mint főkétűsz, ugye mi 70 éve a fővárosban vagyunk, tehát azért legyünk őszinték, minket valójában a budapestiek azért ismernek. És ugye ennek egy minősített esetben, ha fogalmazhatok így, amikor sok esetben úgy adja elő a szolgáltató az ő ajánlatát, illetve azt próbálja meg, hát ha ügyes, akkor úgy, hogy valójában jogilag nem is megfogható, de egy picit félrevezeti a kommunikációja, hogy kvázi mintha ő a hatóságtól érkezett volna, tehát mintha ő a katvéd nevébe jött volna. Ugye említettük a szabályokat, sokszor beszéltünk róla, nem egyszerű ezt átlátni, szerintem egy átlag lakosnak, vagy akár cégvezetőnek is az, hogy ő pontosan tisztában legyen azzal, hogy hol, ki, mikor vizsgálhat, nem biztos, hogy ez elvárható, könnyen félrevezethető azért egy laikus. Ez azonban kiszűrhető, ugyanis a kéményseprőipari cégnél az ellenőrzés árát csak átutalással lehet megtéríteni. Javallott továbbá elkérni az adott szakember igazolványát, mindemellett csak olyan céget érdemes választani, amelynek jól átlátható, részletes a weboldala, számlaképes és a vizsgálathoz használt gépparkja is modern. A témával kapcsolatos bővebb információkról a www.kéményseprő.hu honlapon olvashatnak az érdeklődők.